A Néptáncfesztivál 0. napján tavaly a Csík zenekar, az előző esztendőben pedig az Állami Népi Együttes lépett a Városház tér színpadára. Idén ez a bizonyos 0. nap ugyan korábban lesz, a produkció színvonala mégis vetekszik az elődökével. Augusztus 11-én és 12-én a Toldi Musical költemény ős bemutatójára várják az érdeklődőket. Nívós sor, nívós folytatás is kell, úgyhogy az idei évben augusztus 11-én szombaton és 12-én vasárnap 20 óra 30 perces kezdettel, tehát este 8:30-kor itt a gyönyörű díszletek között a Városház téren, Szabadtéren kerül sor Kossuth Díjas Szarka Gyula és a Román Sándor vezette Experi Dance közös produkciójára, a Toldi Musical költemény bemutatójára. A Toldira válthatók még jegyek a helyi Túrinform irodában. A megyei közgyűlés elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy Szent István ünnepe csak akkor lehet az első királyunkhoz méltó, ha az ő gondolatai előtérbe kerülnek. Az ünnep és a megemlékezés közben legfontosabb, hogy magunkével tegyük és magunkban átéljük újra azt a tanítást, amit Szent István nem csak Imre hercegre, fiára hagyott örökül, hanem ránk a késői utódokra is. A Királyi Napok Néptáncfesztivál hagyományosan felvonulással kezdődik majd augusztus 15-én, de a táncháztól a főtérre a belváros felújítása miatt nem a fő utcán, hanem a várkörúton át vezet az út. Az eddig megszokott rendezvények, mint például a megye és a város együttes ünnepi közgyűlése, vagy az egyházi programok ebben az esztendőben is várják a városlakókat. De az ünnep kapcsán új kiállítás nyílik a Szent István Király Múzeum dísztermében és a Pelikán Galériában is. Részletes programok a Fehérvár Újság hétfőn megjelent számában.